Nagyon, ez már Start Plusz, jó reggelt kívánok, és nagyon örülünk a vendégünk, Nagy Dénes filmrendező a vendégünk, aki elsőként szerepel itt nálunk, szerintem a Start Pluszban, vagy egyáltalán itt nálunk a Startban, és ez az első, hogy te most jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Ez milyen jó, mert a te karrierednek egy ilyen meghatározó jelző szerkezetévé vált. Az első. Mert, igen. Ja. Mert nálunk is először vagy, aha, és ugye hát az Ezüst Medve díjat ugye úgy kaptad meg, hogy mint első filmes kaptad meg. Legjobb rendezésért gratulálunk. Köszönjük szépen. Természetes fény a címe a filmnek, amiről most beszélgetni fogunk. Akkor talán kezdjük azzal, mert még nem kérdeztél az egyébként, hogy gratulálunk. Azt hittem egyébként, hogy mindjárt belekezd, olyan jól beszélgettünk most az előző percekben, de beszéljünk arról. Na, akkor kezdjük azzal, hogy ugye ilyenkor egy elsőfilmes rendező, egyébként nagyon őszintén számít arra, hogy az első nagy ilyen nemzetközi megmérettetésen elhozza a legnagyobb díjat. Hát erre számítani nem nagyon lehet, tehát ez már önmagában az, hogy Berlinbe bekerült a film, ebbe a berlini versenybe, az egy ilyen nagyon nagy elismerés mindannyiunknak. Azért hozzáteszem, hogy egy filmet közösen készítünk, tehát itt nagyon sok ember munkája van ebben benne, sok évnyi munkája, tehát ezt a filmet 6 éven keresztül készítettük, és azért fontos megemlíteni a producereket, akik nélkül, tehát állandó, nagyon szoros kapcsolatban, Gerő Marcell és László Sára, meg az operatőr Dobos Tamás, a látványtervező Ág Márton, a vágó Nicolas Rumpel, egy belga vágó, akivel már dolgoztam korábban, meg a hangmérnökök, az Jocelyn Robert és Dominique Gabor, ők franciák, mert egy francia koprodukcióban is készült a film. És ezért 6 éven keresztül melletted voltak a produkció mellett, és dolgoztak. Igen. Közben látunk kockákat a filmből, és már ez is előrejelzi, amit a kritikák is írnak, hogy nem egy klasszikus háborús filmet láthatunk. Egyébként Lettországban forgattatok, és hogy említetted a látványtervezőt, rengeteget hozzátesz az ő munkája is ahhoz, hogy a háborúnak a szörnyűségeit nem a véres jelenetekkel mutatjátok meg. Ugye a Szovjetunióban játszódik, 43-ban megszálló magyar katonák története van a középpontban. Ez nem a dicsőséges magyar múlt filmje. De miért pont ezt a témát választottad? Hát a magyar múlt filmje, de... Csak nem a dicsőségesé. Nem a dicsőséges, de nem is ítélkezni akar ez a film. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy volt számunkra, hogy ez nem azt akarja megmutatni, hogy mi milyen rosszak vagyunk, vagy nem valami ítéletet akar mondani, hanem arról szól, hogy azok a paraszt emberek, akiket besoroztak anno a háborúba, és több ezer kilométerre elvittek, és egy fegyvert kaptak a kezükbe, hogy akkor most találd meg, ki a partizán, és ki a nem. Tehát egy teljesen abszurd helyzetbe kerültek, a teljes ismeretlenbe, ahol semmihez nem tudtak. Tehát tájékozódásokat teljesen elvesztették ebbe, és itt kellett emberéletek fölött dönteniük. Tehát, hogy ezt a helyzetet szerettem volna bemutatni, az én nagyapám is harcolt Oroszországba, és ezekkel a történetekkel nőttem föl gyerekkoromban. Ez volt az ikletés, és egyébként, hogy egyszer majd csinálsz erről egy filmet? Hát az egyik ikletés talán ez volt, tehát hogy valahogy ez annyira bennem volt. Egyébként ezek a történetek, amiket a nagyapám mesélt, nagyon mesebeliek voltak. Például nem történtek egyet fel tudsz idézni, ami nagyon megmaradt? Hát például erre jól emlékszem arra, hogy vonultak vissza, és lőtték őket az oroszok golyószóróval, és úsztak át a folyón, és hát mindenki meghalt körülötte, ő meg átúszott a folyón, nem tudom, a nyakigérő folyóba, a hideg folyóba, és akkor ezt úgy mesélte el, mint egy kalandfilm. Tehát hogy ez volt az érdekes számomra, hogy amikor belekérdeztem ezekbe, soha nem tudott, de nem tudtam a sorok közé kérdezni. Tehát, hogy az, hogy ott valóban mit élt át, azt igazából ő nem tudta nekem elmondani. Mindig úgy mesélt el, mint egy gyerekregény, vagy nem tudom, mint egy mese. De hát voltak olyan más jelenetek is, amikor partizánokat kellett agyonlőnie, és ő mégse lőtte őket agyon, és akkor, hogy ez miért nem tette meg mi volt ennek a tétje, már ebbe se tudtam belekérdezni, mert ezekre nem mindig ugyanazokat a válaszokat kaptam. Tehát engem nagyon érdekelt, hogy ezek a visszaemlékezések mögött mi van valójában, mi a háborúnak a jelen ideje. És aztán nagyon sok naplót olvastam a hadtörténeti levéltárban, egyébként részben ezek a naplók Ungvári Krisztián könyvében is szerepelnek a magyar megszálló csapatok tevékenységéről, és ezek a napló részletek azért érdekesek, mert a napi rutint mutatják be, rendkívül unalmas olvasmányok, de ezek a unalmas olvasmányok között így beékelődnek ezek a szörnyűségek, és hogy ez állatizgalmas szerintem, hogy ebbe a jelen időbe belekerülni. Azt áruld el nekünk, miközben tényleg hatalmas nagy gratuláció jár neked ezért a díjért, és hogy most említed, hogy ez 6 éven keresztül dolgoztatok, hogy ebbe most a 6 év az mindenki felfogja, de hogy ezben mennyi egyéb munka, mennyi pénz van benne, hogy csak ezért el tudjuk ezt képzelni, hogy ez egy ezüstmedvés díjas film. Hogy mennyi pénz van benne? Igen.
Mennyiből tudtátok leforgatni? Igen, hát ez egy nemzetközi produkció, tehát ez nagyon sok helyről jön egy támogatása össze egy ilyen filmnek. Ebben a Magyar Nemzeti Filmalap és a Filmintézet adja a felét, tehát ez egy magyar film, 50%-ban magyar film, de hát Franciaországban kaptunk a CNC-től, a francia TV-től, a Arte-tól, a német Arte-tól, az Örimástól, ami nagyon fontos uniós filmforrás, vagy pénzforrás, és a Lett államtól, a Lett filmalaptól, itt a Rigai filmalaptól is kaptunk támogatást. Az összköltségvetés 700 millió forint körül van, ami egy ilyen filmhez relatíve kis költségvetésű film. Amatőr színészek, azt még említsük meg, hogy miért amatőr színészekkel dolgoztál? Ennek az az oka, azt hiszem elsősorban, hogy a történetben parasztemberekről szól, a történet parasztemberekről szól, és részben ez a film, ez nem a dialógusokról szól, vagy nem a párbeszédek uralják, vagy nem párbeszédekben alakított konfliktusok uralják ezt a filmet, hanem sokkal inkább a megfigyelői attitűd. Tehát ezeket az embereket megfigyeljük ebben a napi rutin során, és erre szerintem kiválóak voltak ezek az amatőr szereplők. Hogy láthatja a magyar közönség? A magyar közönség, amint kinyitnak a mozik, láthatja majd moziban. Hát ez moziban fontos megnézni ezt a filmet, mert arra terveztük a hangot is, a látványt. Tehát ez kis képernyőn nem ajánlom a nézőknek. Hát gratulálunk neked. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Örülök, hogy nagyon találkozhattunk. Köszönjük.